Itt mérjük a merőlegest, a vágások találkozását.
egy fokon belül van a merülés. Hát elég jó fel, biztos, hogy egy olyan kérdés. Kérném a következő versenyzőt. A legnagyobb eltérés a vágások találkozásánál 3,4 mm. Sok. Jaj, az jobb van. Elnézést, egy kis tévedés történt. A következő versenyszámmal folytatjuk már is. Két versenyző fog gajjadni az itt előkészített műfát, vagyis a fa nem mű, csak a lukhanyő gajjak imitációja az mestersége. Itt a gajjadó bemutatóval szemben kérném, hogy kicsit menjenek hátrább és vigyázzanak a kisgyerekekre. Hát előfordulhat, hogy egy-egy kicsit kirepül. Hát ez a fakitermelési folyamaton a döntés után következő művelet. Itt egy lukhanyő csúcs van imitálva, 9 ágörben 30 ágában van, amit illik 20 másodpercen belőle lehet. Nem juthat egy másodperc egy. Kérem a népeket indulni. Most átadnám a szót Boglárkának, aki a Timbersport bemutatót levezényli. Egy ilyen törékeny hölgy simán el fog bánni a nagy ízlós fiúkkal. Köszönöm szépen, János, és én szeretnék kérni még egy nagy tapsot a klasszikus fakitermelő világbajnokság magyar válogatottjának, és egy pár szót mondanék a következő műsorszámról.